Sziasztok! Sok kérdés merül föl főkészüléssel kapcsolatos témákban, hogy mit, mikor, miért, hogyan. Sokan kíváncsiak vagytok arra is, hogy én hogyan csináltam most ehhez az eredményhez a felkészülést tartottunk most egy szemináriumot a Kovács Lajossal, egy nagyon jó hangulatút, ott is nagyon sok kérdés volt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kéne eljutni nagyobb eredményhez. Szoktam válaszolni személyesen is és egyesével is, de úgy gondolom, hogy talán segítség lehet sokatoknak, hogyha most kicsit elmesélném, hogy én hogyan csináltam egy picit így messzebbről rátekintve, tehát nem az utolsó pár hétről beszélve, mit, mikor, milyen döntéssel, hogyan jutottam el, ezt megpróbálom most nektek összeszedni, és remélem válaszok lesznek benne számotokra, hogyha nem, még mindig marad kérdés, akkor nyugodtan írjátok alá, vagy kérdezzetek, és akkor tovább megyünk így személyesen. Szóval ez, hogy 2021. szeptember 25-én egy 455-öt tudtam nyomni. Ez én szerintem, ha most vissza kell gondolni, ez 2019. ősze. Tehát láthatjátok, hogy nem egy gyors dolog volt. Ekkor határoztuk el, hogy szeretnénk kimenni a Mr. olimpiára, és akkor volt egy XPC verseny Lengyelországban, ahol hát kicsit félre tájékoztattak minket, hisz utána megtudtuk, hogy az IPL szövetség tartja a Mr. Olympian, a fekvenyomást és az XPC pedig az Arnold Classicon, viszont azt tudni kell, hogy ez a két szövetség az karöltve van, tehát így engedélyezték végül is számomra az olimpián való indulást, hiába, hogy én az Arnoldra kvalifikáltam. Ezt nekem már megelőzte, 19, én 18 őszén versenyeztem így komolyabban, mondjuk azt, utána én nem készültem sehova, csak így edzegettem, tehát egy, egy év, igen, kicsit több mint egy év volt fölkészülés nélkül. És ezt úgy csináltam életemben először, hogy egy picit előtérbe helyeztem a ravnyomást, és teljesen tisztán megpróbáltam egyre följebb menni. Volt kettő ö, tűzoltós verseny, BMS verseny, ezekre úgymondva készültem egy 10 es készüléssel, felkészüléssel, és sikerült nyomnom az elsőn, nem tudom, hogy mennyit, a másodikon 232 és felett. Ilyen 130 körül tesz súlya, talán, de most ebben nem vagyok biztos. Ez egy nem egy hűden a eredmény, nyilván ez inkább nekem pszichésen kellett, hogy hogy főkészülés nélkül oda eljussak olyan súlyokra, ami eddig a felkészülésnek a végén volt. Nyilván aki, aki benne van ebbe, az, az, tudja, hogy az utolsó 10-12 hét mennyit tud hozni. Szóval nekem ennyi volt a cél, és ez volt valahogy november elején közepén, és ugye a kvalifikációs verseny pedig most vagy december 1, vagy november 30, valami ilyesmi, hogy legyen december 1, teljesen lényegtelen, ott 3-37 fél volt a kvalifikációs szint. Én 341 nyomtam, és akkor ez volt ugye 2019. novembere, és akkor innen gondoltuk, hogy, hogy 2020. szeptemberébe a Mr. Olympián sikerül majd 400 fölött nyomni. Tehát innen indult az egész. Ezután 2020. Azt tudni kell, hogy ezen a kvalifikációs versenyen, 19. decemberében én nagyon-nagyon beteg voltam, lázas voltam. Még olákos barátom nevetett is, hogy, hogy mindenki ezt azt vesz be a versenyen, én pedig lázcsillapítót kértem tőle. Tehát így sikerült kvalifikálni, és ezután én ki is hagytam egy két hetet kb. az edzésből, mert elég gatyán voltam. És akkor innen fordulunk 2020 februárja körülbelül, amikor elkezdtünk érdemben készülni, bejöttek a ruhás edzések, és elkezdtünk szépen fölfel menni a súlyokba. Ez egész jól sikerült, és utána pedig úgy gondoltuk, hogy tartunk egy rövidebb főkészülést még tavasszal, amilyen azt hiszem, hogy ilyen április és május lett volna, tehát egy 8 hetest, és ott elég nagy súlyokig állítottam, azt hiszem ilyen 420 köré, de most nem akarok hülyeséget mondani, viszont akkor jött az az információ, ugye, hogy jön ez a vírus, mindent bezárnak, és a Mr. Olimpiát eltörlik. Na, ez nekem egy nagyon nagy érvágás volt, és én itt abba is hagytam az egészet ez volt mondjuk egy ilyen 2-3-4 hét, már nem emlékszem pontosan, amíg nem is edzettem, nem is ettem, semmilyen nem foglalkoztam, és utána úgy döntöttünk, hogy igen, 2020 őszén ugye csak a Liga Kupa volt, hogy arra hát elmegyek versenyzek, nyilván, hogy meg legyen a, lehetőség, hogy a jövőre indulhassak nemzetközi szinten, de nem volt egy hűden nagy főkészülés 3.80-at nyomtam, azt hiszem, egy elég könnyű 3.80-at, de, de itt közöm, nem lett volna 400 vagy 400 fölötti nyomáshoz, nem is tettük bele azt az energiát, azt a pénzt, és ezután ugye megint, sőt már a Liga kupánál már jött ez a vírusosdi, mert emlékszem, hogy akkor volt, vagyis akkor lett volna kint Szlovákiában a GPC eb és megkaptuk azt a lehetőséget, hogy a Magyar Bajnokságon Ligakupán ugye lehet majd Európa és világcsúcsokat csinálni. És páran éltek is vele. Szóval már akkor volt ez a vírusosdi, és akkor úgy voltam, hogy, hogy akkor ezt engedjük el, addig, amíg ez le nem tisztul, és akkor nyugodtan lehet majd csinálni. Tehát igazából egy év alatt sehova nem jutottam, mondjuk azt, egy 350-es nyomásra, 380-ra fölkészüléssel, ami nem egy nagy veszizdasz, de mégis egy relatív jó Erőszintet tudtam magamnak mondani, inkább pszichésen nem voltam én annyira ott akkoriban, hogy egy jobb eredményt csináljak. Szóval egy év alatt mondjuk az, hogy megalapoztam ezt a fölkészülést, pedzegettem ezeket a súlyokat, és 2020 novemberében ugye bezártak a termek, én még tudtam edzeni a Fitness 2000-ben, de edzettem akkor a tűzoltóságon is, és ott megismertem egy új embert, egy új barátra lehetem. És ő, mondhatjuk, hogy ő hozott akkora új lendületet az életembe, és mondta azt, hogy, hogy nekem ezt igenis meg kell csinálnom, és segíteni fog benne, ő nem más, mint Dabos Gyula, aki azóta is az edzőtársam. És akkor onnan novembertől kezdtünk el mondjuk úgy, hogy komolyabban edzegetni 2021 tavaszáig. Ahol eljutottam, ilyen 2-20-30-ra tudtam egy párat nyomni, és ez nyilván nem annyira mérvadó számomra, viszont ilyen 400 alatt voltam már, felkészülés nélkül. És akkor innen 2021 májusában kezdődött az igazi felkészülés, és akkor szépen hétről hétre, hónapról hónapra jöttek a súlyok. Ugye egy elég nagy üres szezon volt ezelőtt, hogyha úgy számoljuk, akkor majd, hogy nem, egy, kettő és fél év, amiben egy nagyon rövid főkészülés volt. Tehát mondjuk azt, hogy jól reagáltam mindenre, és e, már ilyen július elején én már egész jó erőben voltam, tudtam 400 fölött nyomni, és ugye az első verseny a szeptember e, ötödike lett volna a Liga Kupa, utána volt még két világbajnokság betervezve és egy XPC verseny, ez a négy. És július tizedike körül valahogy kaptam egy telefonhívást a szlovák erőmű elnöktől, hogy szeretne meghívni egy versenyre, ami augusztus 14 volt. És akkor itt egy picit ö, főborult minden. Mert én ugye a két világbajnokságra készültem volna, és onnan én egy ilyen 10-12 hetet szoktam maximum ö, bevállalni. És ö, hát mondom, hát mindegy, menjünk ki erre a versenyre, úgy úgymondva főkészülésnek is, akkor kezdtem volna igazából az utolsó simításokat. És akkor ide ki tudtam már menni, és sikerült 405-öt és 425-öt nyomni. Ez számomra pszichésen iszonyatosan fontos volt ezt a 400-at átlépni, mert nekem ez emberileg egy picit megölt engem. És ugye mindenki tudja, hogyha eljut ilyen 200, 300, 400, vagy esetleg még a 100-nál az elején, az pszichésen nehéz. Na nekem ez ilyen extra nehéz volt, személyes okok miatt, és ezt sikerült megcsinálnom, és akkor innen három hetente voltak a versenyeim, ami szerintem hibátlan beosztás, ennek nagyon örülhettem, mert ekkor a súlyoknál szükség van az idegrendszeri regenerációra, mellette úgy, hogy hagytam is ki edzéseket, még ö, újra formába tudtam kerülni. És akkor így érkeztünk el szeptember 5-ére, ugye 3 kereken 3 7 volt a Ligakupa, ahol már tudtam 4.36, 35 és 40-et nyomni, tehát 15 kiló följebb tudtam menni. És ö, megmondom őszintén, én úgy éreztem, hogy ott, ott az lesz a vége, de innen jött egy következő három hét, ami, hát ami nagyon nehéz volt, amit erről talán hogy a végén beszélnék visszacsatolva. Tehát újabb három hét, eh, ahol edzések már elvétve voltak csak, mert annyira eh, fájt az alkaron. Így jutottunk el Miskolcra a UAP világbajnokságra. Eh, ahol ugye sikerült eh, 4.55-öt nyomnom, tehát megint 15 kilót tudtam fölfele menni. Hmm. tehát nagyjából én állomásonként ezek voltak, amik eljutottak a 455-re, és szívesen meg lelkileg ezek voltak a tervek, és euh, még beszélnék nektek arról, hogy ha ha ekkora eredményt euh, akartok, és euh, ekkora tessújatok van mellé, az iszonyatos lemondással jár tehát eddig is versenyeztem relatív nagy a 30-32 volt azt hiszem a legnagyobb. 180 centihez társul ez, ami azt mondom, hogy nagyjából az volt a határ. Tehát azzal még nagyjából tudtam normális életet élni, tehát egy 130 kilóval, és innen most a legnagyobb testsúlyom a 146 volt, tehát plusz 16 kg, ami iszonyatosan megterhelő volt. És ezt nem kívánom senkinek. Tehát ezt jól gondoljátok meg, hogy mennyit áldoztok be a nagyobb teljesítményért a testsúlyotokból. Tehát nyilván nekem ez volt a legegyszerűbb út. Ezt mindenki belátja, hogy minél nagyobb tessújjal, minél nagyobbat nyomni. Nyilván nagyobb eredmény lett volna kisebb tesúlya megcsinálni ezt, de egy sokkal nehezebb út, és nem is biztos, hogy sikerült volna. Így is én úgy gondolom, hogy, hogy ebben nagyon-nagyon sok mindenkinek a keze benne volt, akár olyanok is, akik már nem élnek. De a lényeg, hogy sikerült. És akkor beszéljünk most az utolsó simításokról, hogy mit, hogyan csináltam. Majd csinálok egy videót az, edzéstervezésemről és az edzés filozófiámról, mert ez érdekel szerintem a legjobban titeket. Hogy azt mondjuk azt, hogy köztudott, hogy picit szembe megyek az én erőemelő vonallal, és teljesen máshogy csinálom. De itt egy picit akkor érintsük ezt a témát. Tehát én olyan 2021. májusáig egy ilyen számomra alapozó edzést csináltam, ami azt akarja, hogy kettőt edzek, egyet nem. Kettőt edzek, egyet nem, ez folyamatos, tehát nincsen hétvége, nincsen semmi. Ez azért alakult így, mert ugye én főállásban tűzoltóként dolgozom, és az 24-48-os beosztásban van. Egy darabig próbálgattam, hogy bent is edzek, de az ezen a szinten már nem működik. Tehát, hogy bemelegítesz, mondjuk egy fél óra elkezdesz nyomni, eltelt egy 45 perc, egy óra, igazából akkor érni a munkasorozatokhoz, kapsz egy riasztást, ki kell menni, az egésznek annyi. Nyilván újra már nem fogod kezdeni, nem leszel a és állapotba. Egy pár én ebbe beleugrottam, tehát sajnos ezt, ezt nekem ehhez kell igazítani. Ez ö, ilyen kettő és három óra közötti edzéseket jelent, ö, relatív magas ismétléssel, tehát az azt jelenti, hogy van egy fő gyakorlat, és ott is ilyen négy-ötök alá én nem nagyon megyek, nagyon sok kiegészítő gyakorlatot használok emellett, és úgy néz ki, hogy az első napom az, hogy fekvenyomok

és ez inkább mondjuk válcentrikus, az előző nyomás inkább inkább centrikus és akkor ezután pedig az ötödik nap pedig megint hátazok. Tehát két nyomás, két hátazás így cserélődik folyamatosan. Néha, hogyha ha belefér, akkor lábazgatok, mondjuk azt, és akkor ez így megy folyamatosan. És akkor ez változott meg 21 májusában, amikor elkezdtem elhagyni a kiegészítő gyakorlatokat. Én valahogy ebbe szocializálódtam itt a régi nagy nyomók között, és emellé nekem nagy kedvencem a Westside Barber erőemelő klub, ahol ugye ismét nagyon nagy hangsúly van a kiegészítő gyakorlatokon, és a sok év tapasztalatai alapján jutottam én erre. Hogy nekem ez, ez, ez így lesz a jó. Nyilván van másik út is, ahogy el lehet jutni a csúcsra. Én ezt választottam, nekem ez jött be. És akkor ez változott meg, ugye májusba, amikor elkezdtem elhagyni a kiegészítő gyakorlatokat, és annyit változott az edzésem, hogy volt egy, most megint menjünk akkor sorba, első nap, egy relatív közepes, könnyű vagy közepes nyomás ahol vagy a speed nyomásaim voltak, vagy pedig ilyen ötök, de relatív könnyen, tehát mondjuk van a 6-7. Ezután jött egy nagyon-nagyon nehéz hátázás, általában két nehéz evezéssel és a kiegészítőkkel. Ezek még mindig ilyen két, két és fél óra, három órás edzések, tehát hosszúak és nagyon megterhelőek. Ezután jött a harmadik nap, amikor megint szolgálat, negyedik nap pihenő, és az ötödik nap volt egy nagy nyomás, ami általában ugye nálunk a ruhás nyomás, illetve, hogyha nem az, mert e, majd erre is kitérek, hogy miért kell szüneteket hagyni, akkor e, fentről szallag, katapultos nyomás, e, statikus tartás, tehát e, nagy súly, ez a lényeg, hogy pszichésen készüljünk. De a nagy súly se jelenti azt, hogy maxolgattam, ezt el kell felejteni, ezt be kell látni, hogy ez nem működik ruhába is ilyen kettő-hármakat nyomtam, úgy, hogy azok dinamikusak legyenek. Tehát itt én már bőven, nem mondom, hogy bőven tudtam, de tudtam 400 körül nyomni 2021 májusába. Meg se közelítettem, hanem nyomtam mondjuk, már nem emlékszem a számokra, de mondjuk 350-be 3-at, de az olyan dinamikus volt, mint másnak mondjuk a 100 kg. Tehát nincs nagyon értelme fölmenni olyan súlyokra mindig, ami már nagyon lassú, nagyon teli van hibával, és csak őrli az idegrendszeredet. Mert hogyha megnézitek, májustól majdnem fél év eltelt, sőt május, június, július, augusztus, szeptember, tehát 5 hónap eltelt, mire én eljutottam addig a versenyig, ahol mentem volna, és ugye nekem még volt betervezve még egy, tehát majdnem 6 majdnem hónap lett volna a főkészülésem, az utolsót én már kihagytam. Hogyha te már májusban elkezdesz ö, ekkora súlyokkal dolgozni, akkor az biztos, hogy nem fogsz célba érni. Ezt mi már régen kitapasztaltuk, még az ősidőkben, és nem működött. Szóval az, hogy a teremben nagyon erős vagy, azt el kell felejteni. Tudatosan menni kell az utadon, ezt szerencsére már egyre többen csinálják, látom az interneten, itthon nagyon örülök neki. És a versenyen pedig ők nagyon jó eredményt érnek el, tehát ismételten őket igazolja ez a dolog. Szóval májusban megváltozott az edzés, és akkor ez így ment majdnem teljesen végig. Az utolsó 10 hétbe, ott ugye három hetente voltak a versenyeim. Én az első két verseny előtt nem nagyon hagytam ki edzést, tehát nem volt ilyen ö, rápihenő ö, szakasz, mert úgy gondoltam, és ezt a tanítványokon is tartom, hogy nyilván egy versenyre lehet készülni. Tehát az addigi versenyek inkább ilyen állapotfelmérés, gyakorlás, ö, ilyen kóstolgatás, hogy mit is tudunk. De ugye, ö, ha belegondoltok, hogy én 4.55-öt nyomtam szeptember végén, és augusztus közepén meg 4,25-öt, biztosan nem volt az erőszintem között 30 kg. Itt inkább ö, pszichés dolgokról kell beszélni, hogy ez az eredmény ekkorát változott. Tehát nekem ez a 405 és 4,25 a felvidéken, ez, ez egy könnyű nyomás volt, ö, de pszichésen nem álltam készen még nagyobbra. Ugye ezzel nem sikerült a 4,35, amire ott rámentem sőt, meg egy 4 25 is elrontottam technikai okokból. És ezután annyi változott meg, hogy, hogy most tapasztaltam meg igazán, hogy mekkora pszichés terhelés ér ilyenkor a szervezetet, muszáj volt kihagynom. Tehát ez azt jelenti, hogy én ilyenkor egy-két napig alig tudok aludni. Ez ugye már magával viszi azt az egy-két napot, hogy edzeni se fogok tudni, sőt, még utána három, négy, harmadik, negyedik napot is, mert nem leszek kipihent. Tehát majdnem, hogy egy hetet ki kell hagyni. De én azt mondom nektek, hogy amint tudtak, menjetek le edzeni, de inkább mozogni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én lemegyek, és akkor utána egyből megint 200-300-400 kilókat nyomok. Nem, ilyenkor jönnek be a dinamikus nyomások, ahol mondjuk ilyen 100-150 kilóval nyomkodok, hármakat általában, és nagyon dinamikusan, tehát egy két másodperc körülbelül a három nyomás. Hogyha odáig el tudtok jönni, az hibátlan. Én úgy szoktam mondani, hogy három másodperc, három nyomás, de nyilván ezt lehet fejleszteni. Bejönnek ezek, bejönnek a kiegészítők, hogy nyomok fej fölé, tolóckodok, és próbálom az agyamat egy kicsit a fekvenyomástól elszeparálni, úgy, hogy az erőszinten megmaradjon. Egyedül, ami megmarad, és nagyon fontos, az a nehéz hátazás. Ezt be kell látni ismét, hogyha nagyon nagyot szeretnétek fekvenyomni, nagyon nagy hát szükséges. Meg kell nézni csak a fölépítéseket, azokat, akik 450-500 kg-ot nyomnak, hogy robosztus hátuk van, iszonyat vastag, iszonyat nagy. És ugyanez igaz, hogyha lefele viszed, tehát ha, ha, ha csak kétszer akarsz nyomni, ahhoz is nagyon-nagyon nagy hát kell, nyilván arányosan. Tehát ezek megmaradtak, és amikkel számolni kell, az a sérülés. Nekem az alkarom föladta már az első versenynél. Ez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy a csavaró mozdulatot nem fogja bírni az alkarunk. Tehát ahhoz, hogy te ruhába jó pozícióba érkezne le a rúd, az abban fog különbözni egy ravnyomástól, amikor jó pozícióba érkezik le a rúd, hogy a ravnyomásnál végig nagyon könnyen a könyöködet a rúd alatt tudod tartani. Ellenben egy ruhánál, amikor már az, az alján egy ilyen 5-10 centire elkezd befogni a ruha, muszáj a könyöködet egyre jobban magad mellé húzni. Ez Elő fogja idézni azt, hogy a csuklód már nem fog vele tudni forogni. Tehát az alkarodból kell egy ilyen nyíró mozdulatot csinálni. Na, az alkarunk nem arra van kitalálva, hogy ezt akár 100, 200, 300, de főleg nem, hogy majdnem fél tonnával csináljuk. Én ezt sikerült bemutatnom, meg is lett az eredménye, begyulladt. Először a feszítő az alkar feszítőizmai, meg benne nyilván az inak, utána pedig a hajlító is. Tehát bicepszezés kilőve, nyilván nem is kell akkor a hangsúlyba fektetni az utolsó 10-20 hétbe a bicepszedzést, de nem szabad elhanyagolni, hisz a tricepsnek is segít a fejlődésben, meg regeneráló hatása is van, illetve tónusban kell tartani. Na ez nekem kiesett, alkar átmozgatás, illetve edzés kiesett, hátazásnál ö, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, csökkentő, és full gurtni mindenhol, mert szorítani már nem bírtam. Nyomások, két hétig semmi kb. És a harmadik héten tudtam elkezdeni edzeni, amikor újra jött a verseny. Így érkeztünk el a Liga kupáig. Ahol 405-nél szerencsére nem fájt az alkarom. 4.30 után viszont elkezdett beszúrni. Olyan érzésem volt, mintha ketté törne. És én féltem is tőle, megmondom őszintén, hogy olyat fogtok látni, amit én se szeretnék, hogy megkapom a súlyt, és egyszerűen ö, fáradásos törés fog ö, létrejönni, ami azt jelenti, hogy, ö, hogy egyszerűen elfárad a, a csont illetve a körülötte lévő izmok ugye be vannak gyulladva, nem fognak tudni tartani, és vagy le fog szakadni ott valami izom, vagy pedig ilyen fáradásos törés fog létrejönni. Én ezzel majd, hogy nem tisztában voltam, hogy nekem az alkarom az oda lesz valamelyik nyomásnál. De úgy voltam vele, hogy utolsó ilyen komoly a főkészülésem, nagyon jól is sikerült, olyan súlyokat mozgatok meg, amik már nagyon régóta terve voltak, tehát ezt én úgy mondva bevállaltam. Mondjuk azt, hogy 99%-ban tisztában voltam, hogy ketté fog törni az alkarom. Így mentem ki 4.35-re és 4.40-re. Majd meg fog jelenni egy film, amit a Mánia fitness csináltam, és abban is kaphatjátok ezt a jelenetet, hogy Gergő barátommal, aki a masszőröm, beszélünk is erről. Hogy kérdező, mennyire tré az alkarom, és mondom neki, hogy úgy érzem, hogy ketté fog törni. És akkor ez félreérti, és ebből van egy, egy kis poénos jelenet. Sikerült a 440, 40 az alkarom nem tört ketté. Viszont az utolsó három hétbe én 200 kg fölött nem tudtam fekvenyomni. Ez fix hátazni, hátaztam, 200 kilóval tudtam evezni. Bocsánat, egy kicsit vissza kell emlékeznem, mert ezek a számok nincsenek meg annyira fejbe. De közel nem tudtam olyan, olyan dinamikát, olyan erőt beletenni ezekbe a húzó mozdulatokba, és nagyon-nagyon hamar elkezdett iszonyatos fájdalmam lenni, ezért ezzel nem tudtam már minőségbe edzeni. Egyedül, ami megmaradt, az a tricepszezés, amit tudtam csinálni. Nyilván itt is inkább ilyen body shop gyakorlatokat, tehát például egy egy bakronyomás egy deszkás nyomás nem tudtam megcsinálni, mert egyszerűen, amikor bekerült a súly a kezembe, és egy bizonyos terhelés fölött ne, nem bírtam el. Tehát nagyobb volt a fájdalom, mint a fájdalom küszöböm, hogy én azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni. És hát mindegy, edzeni kellett, tónusba tartottam magam, és akkor így mentünk el a Wolf VB-re, ahol uh, nyomtam egy 4 tizet, ugye, hogy, uh, hogy, ne essek ki, és utána én úgy voltam vele, hogy uh, becsületből én megpróbálom ezt a 4.55-öt, hogy uh, elkerüljük az ilyen rossz ályiszt, és hogy a negatív kritikát kapjak. Becsületből megpróbálom, lesz, ami lesz. Nagyon reménykedtem, hogy nem fog kettétörni az alkarom, és megúszom sérülés nélkül. De én így mentem oda. Tehát tudtam, hogy ebbe a három hétbe én nem tettem bele azt az edzés munkát, ami szükséges lett volna ehhez. És majd még a kajára is visszatérek egy kicsit, és azt se tettem bele. Tehát utolsó három hétben én nem tettem bele azt a munkát, ami ami egy bajnokhoz illene. Viszont itt jön az, hogy 5-10-12 évig én beletettem azt a munkát, és nagyon nagy szerencsémre ez most kamatozódott, és sikerült a 455. Tehát ez volt az edzés oldala, és ami nekem iszonyatosan nagy teher volt, az a kaja. Már, már 20... Egy, elején elkezdtem iszonyatos mennyiségeket enni, magamhoz képest iszonyatos mennyiségeket enni. Nyilván van, akinek ez, ez, ez szimplakaja. Én nem vagyok jó evő. Elkezdtem nagyon sokat enni, és elkezdtem szarokat is enni. Tehát szerencsére elmondható, hogy azért egy egy póvereshez képest mindig relatív jó fizikumom volt, mondjuk azt, tehát nem volt ez a nagyon paca, nagyon zsíros dolog. Hát most azért sikerült belesni egy picit, de sajnos én ezt bevállaltam. Ez a sok szarkaja miatt volt. Tehát elkezdtem fölvinni a kalóriámat azért, hogy 140 fölött legyek. Ez két okból volt, az egyik, hogy ebbe a kategóriába szerettem volna megcsinálni ezeket a nyomásokat, mert itt voltak a legnagyobb nyomók. A másik, hogy ez volt a legegyszerűbb út. És ez egész jól is ment. Elértem ilyen 100, 36-38 kilóig. És ezután külső segítség nélkül én már nem nagyon tudtam hízni. Ezután sikerült fölmennem ilyen 142-re. Ez a 142 számomra azt eredményezte, hogy ha egy picit is rágós volt a hús. Ha egy picit is megcsapta az orrom, valami rossz, mondjuk egy tojásnak olyan szaga volt, ami épp nem tetszett nekem, vagy bármi, én kihánytam a kaját. Tehát úgy kellett igazából növelnem a súlyomat és híznom, hogy minden nap, minden másik nap én kihánytam a kajámat. Na hát ez elég nehéz. És hát muszáj volt olyan segítséget kérnem, aki már volt ilyen cipőben, és Kati Béci tudott nekem ebbe segíteni, hála az égnek. És az ő tanácsával föl tudtam menni, ugye erre és félre, De ez a rosszul lét, ez a hányás, ez, ez nagyjából megmaradt. És emellett iszonyatos mennyiséget kellett ennem, nagyon sok kiegészítővel, és így tudtam elérni ezt a súlyt. Tehát ez nagyon-nagyon ez megterhelt, mint testileg, és mind lelkileg. Tehát ezen nagyon gondolkozzatok majd el, hogyha ilyen tervetek van, hogy ez, ez tényleg nem sétagalop. Nem biztos, hogy jó út. Én azt mondom, hogy inkább érjetek el jó eredményt, nagyon jó eredményt, kimagasló eredményt, úgy, hogy a próbáljátok lentartani, lefele vinni, és úgy fölfele vinni a teljesítményt és nem beáldozni ezt, de nyilván aki ezt az utat választja, az számoljon ezekkel. Szóval én úgy érzem, hogy érintettem a kaját, meg a kajánál beszéltünk arra, hogy ilyen naponta ötször ettem, nagyjából ilyen 8000 kalóriát vittem be, hogyha most mondani kéne egy számot, ez az nálam ingadozott, tehát lehet, hogy volt olyan nap, amikor 5, meg volt, amikor 10-12 ezer is, de mondjuk azt, hogy egy 8-at próbáltam meg, ami úgy állt össze, hogy reggel mindig tojást tettem húsokkal, emellé ö, bocsánat, megszakadtam, emellé ö, ittam tápkieget, és ittam narancslevet, nagyon sokat cukrosat, és ettem túrórudit, maxikinget, minden ö, ilyen szemetet, sok pékárút, ez volt egy fő kaja. Ezután jött három egyforma kaja, azért, hogy picit könnyebb legyen a főzés. Ez volt egész nap elosztva, mondjuk ilyen három óránként kivéve volt az edzésnél volt csúszás. Edzés után ismét tápkieg, és még az egyik ilyen kajához is volt, ami azt jelenti, hogy egy ilyen tápkieg volt 800 kalória. Tehát csak amit abba bevittem, az 2400. Uh, emellett majdnem mindig megittam két liter üdítőt, ami nekem full plusz volt, és az is ugye 100, tehát ez 200 gram cukor, csak az. Emellé meg volt a narancslés, tehát egy, majdnem egy 300 gram cukrot vittem be csak üdítőből és ilyenekből. Az ugye négyel beszorozó 1200 kalória. Tehát ott már bőven 3000 kalória volt, ami csak ilyen szemétből ment be. Három kaja és este, pedig majdnem mindig ö, lesütött húsok voltak, hátszín vagy karaj. És ez sült krumplival, salátával, amin olaj volt, ö, hidegen sajtolt olajok, ö, az is a kalória miatt. Sokszor még tükörtojás, ott is a zsír miatt. Nagyon sok krumpli, nagyon sok köret. A köret az mindig úgy volt, hogy nem volt kiszámolva, hanem a lehető legtöbb volt és mindig kikapartam a maradékot, ami nem kell. Tehát rés, burgúr, krumpli, ezek ö, nagyon sok, és akkor amennyit bírtam, annyit megettem, utána pedig kikapartam a maradékot, tehát nem volt kiszámolva. És akkor így nézett ki egy kajám. Emellé a tápkiek az, az nagyon sok volt, ö, ami még segített. Csokit nagyon sokat, ö, gofrit, ilyen tejszínhabbal, meg nutellával, igazából minden cukrosat, zsírosat ettem, hogy fönn tudjam tartani a testsúlyomat, és még így se sikerült, mert ha megnézitek, felvidéken 146 kg voltam, 146,5, azt hiszem, valami ilyesmi, még a VUA világban is már csak 141,2. Tehát, hogy 10 hétig zabáltam, tömtem magam, próbáltam maximalizálni mindent, és még így is lefele ment a testsúlyom. Tehát ez iszonyatosan teher volt számomra, és a szervezetem próbált ettől szabadulni. Tehát nem csoda, hogy majdnem egy hónap alatt én azóta már 20 kilót fogytam. És sokkal jobban érzem magam. Tehát ez a versenyfelkészülés egy nagyon nagy eredményt hozott, de nagyon-nagyon-nagyon pszichésen és testleg is odavágott. Ezért lesz most több évnyi szünet, hogy én ezt összeszedjem magam fejbe. Remélem, hogy ezzel így tudtam segíteni, hogy az edzést meg a kaját egy picit így így összeraktam, meg azt, hogy ö, hogyan is terveztük el ezt egyáltalán, hogy én ide jutok, és én ezt meg fogom csinálni. Ö, remélem, hogy tudtam benne segíteni, és akkor, hogyha ez nem volt elég komplex, akkor jöhetnek még a kérdések ezzel kapcsolatban, hát ha még fővetődnek, és akkor ö, haladjunk, hogy minden jobb és minden sikeresebb felkészülést tudjatok ti is megcsinálni, és minden jobb eredményeket hozzunk az országnak. تو ابی شخ شیکرتا